Hát ez elég szilaj, de amúgy nagyon könnyen kezelhető, nagyon értelmes. Nagyon szürke, hát az mindenben különleges a többi tűz. Tehát úgy maga a megjelenésítő kezdve minden. Tehát a színitűr, a szarvátúr, minden. De úgy az egész tekintetük más. Ha valaki, akkor a pásztorember jól ismeri a magyar szürke szarvasmarhát. Kis János Gulyás például így fogalmazott. Szívós, mint a réti farkas, igénytelen, mint a szikifű, s hízlalhatod, szíjas marad, mint a vadnyúl. Ezek a tulajdonságai tették nagyon sikeressé a fajtát évszázadokon keresztül. A feszti körkép ábrázolása arra utal, hogy már a honfoglaló magyarok is ismerték és tenyésztették a fajtát. Ezt a kutatók már a kép megalkotásakor vitatták, azóta is újabb és újabb elméletekkel állnak elő. Azt senki nem vonja kétségbe, hogy a szürke marha magyar fajta, de azzal kapcsolatban eltérnek a vélemények, hogy hogyan került a Kárpát-medencébe. Egyesek szerint a tatárok elől menekülő legeltető népekkel, például a kunokkal vagy a török idők balkáni menekült hullámaival került az országba. Mások szerint a délről, Oroszországból vagy Egyiptomból behozott állatok alapozták meg a fajtát. Egyes elméletek szerint a legendás őstulok lehet a szürke marha őse. Ilyen jószágot láthatott Magyarországon a 12. században Abu Hamid al-Garnati arab világjáró, aki így írt az őstulokról. Bashgirdban, Magyarországon él egy nagy vadállat, akkora, mint az elefánt. A bőre egymaga annyit nyom, mint amennyi két erős szarvas marhának a súlya. A szarvai olyan nagyok és olyan hosszúak, mint az elefánt ormánya. Arra is vannak adataink, a 12. századi leírások, hogy itt a Kárpát-medencében valamifajta őstulok, hatalmas szarvú őstulok típus létezhetett, ami elképzelhető, hogy az állatállomány gyarapodása, testtömegnövelése szempontjából játszhatott jelentős szerepet, tehát ez került be gyakorlatilag a tenyésztésbe, és ennek hatására jött létre egy olyan rendkívül ellenálló fajta, ami alkalmas volt arra, hogy gyakorlatilag lábon hagyhassák el Nyugat-Európába. A magyar szürke marha fejét magasan hordja, tartása szép, elülső része erőteljes, hátul gyengébb. Ezért mondják róla, hogy elő oroszlán, hátul kutya. Elülső lábai között a szegcsont tájékára húzódik a feltűnően nagy lebernyeg. Nagy kendője van, mondják a pásztorok. A viselkedésében a gulyások szerint inkább a vadállatokhoz hasonlít. Ami legszilajabb, meg legjobban oda kell figyelni, a gyenge fűs, friss fűs marhához, mert vagy marhával, mert ez félti úgymond a borját. A borjáért azért mindenre képes, hogy ha olyan hely van, hogy szállítás van, vagy olyan ilyesmi, és akkor megszorul úgymond a marha, akkor ő is csak védekezik, és akkor... A fontosabb szarvalakokat a hasonlatosságuk alapján ízesen szép szavaink tükrözik. Cövek, egyenes tömpe, vigyehegyes, perec, kulacsos, sete vagy csajla, Jézus fogta, villás, gyertyás, sarogjás. A pásztorok a legszebbnek a gombos, a gallyas és a sodró állást tartják. A magyar szürke eredete a történelem ködébe vész, ám a jószágot kínáló magyar kereskedők nyoma már a 14. századi leírásokban megjelenik Nürnberg városában. 1350 környékén Nürnbergbe keletkezik egy irat, ami szerint két tőzsérnek, tehát marha kereskedőnek a vitáját a nürnbergi bíró nem bírja eldönteni, azt addig, amíg gondolkozik, a Bécsben vásárolt magyar marhákat lefoglalja. Ez az első írásos dokumentum, hogy mi már ott voltunk, fölhajtottuk oda a jószágot, és azzal kereskedtünk. A hegylábakon született állatok az Alföld legelőin híztak, majd lábon indultak el, akár 1000 kilométeres utat is megtéve a nyugat-európai vágóhidakig. A magyar állattenyésztés jó hírét számos országba elvitték. Évente több mint 300 000 jószágot hajtottak őseink, a jó részt osztrák, német és itáliai piacokra. Középkori főuraink, például Battyányi, Bethlen vagy Zrínyi vagyonának zöme, állatkereskedelemből származott. A 16. századi térkép tanúsága szerint a hajtóutak hálója az egész Kárpát-medencét beszőtte, ugyanakkor azok mindig alkalmazkodtak a nagy pusztai folyók árviszonyaihoz.
A legjelentősebb hajtóutak közül az északi Bécs érintésével, a folyók menti dúslegelőkre támaszkodva érte el a délnémet városokat, míg a déli hajtóút legelőkön és nem ritkán a tengeren át vezetett Velencéig. A marhajtóutak, ha összevetjük az úgynevezett idézelbet a szem kalandozások idejével, és rávetítjük a marhajtóutakat, ezek az utak megfelelnek egymásnak. Tehát valahonnan az ősidőkből ered ez, hogy tudjuk mi minden egyes helyét ezeknek a hajtóutaknak, ők is tudták még annak idején, hogy hol van megfelelő legelőhely, hiszen a kalandozásos helyre ugyanezeket kellett megtennünk. Érdekes kérdés, hogy akkoriban Nyugat-Európában miért vásároltak éppen szürke marhát. A válasz a kiváló minőségű húsáért. A városiasodás korában a nagy erdőrengetegekkel bíró országokban legelő hiány az istállóban tartott jószágokat sörpogáccsán és vizen tartották. Az így hízlalt állat silány minőségű húsát, vastag fagyúpalást vette. Nem így a magyarok szürke marháját. A magyar alföldön, a ősgyepeken azt evett a jószág, amit akart, gyógynövényeket, fűszernövényeket ugye magába legelt, ez megjelent a húsnak az ízvilágába, és folyamatosan mozgott, tehát nem fagyúpalást alakult ki a testfelületén, hanem az izomszövetek között volt egy kis zsiradék, emiatt volt márványozott a hús, és ezektől a csodálatos növényféleségektől magától is íze volt a húsnak, rendkívül száraz, rostos hús, magas beltartalommal, amiért akár 2 dénára is többet fizettek Nürnbergbe. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a több mint 1000 kilométeres utat a jószág egyáltalán túlélte. Kiéhezett medvék, farkasok és rablók leselkedtek rájuk. Ekkor értékelődött fel a hajduk szerepe és harcedzettsége. Nyilvánvaló, hogy a szürke marha hajtás útjában is kellett egy fegyveres erő, hiszen ebben a korban ugye szabad csapatok vadászdálkodtak különböző területekről, németek, törökök akarták megszerezni ezeket a marhákat, és a hajdóknak pedig az volt a szerepe, hogy amit a szavukat adták, azt úgy szállították le az állatokat a németeknek. A hajtóutak menti csárdák fogatfáradásnyi távolságban 12-14 kilométerenként várták a jószágokat, jó legelővel és tiszta vízű kuttal, hajcsárjaikat egyszerű étellel és innivalóval. A fogadók gyakori vendégei voltak a vámszedőtisztek, postakocsisok, pásztorok, betyárok, pandúrok, zsandárok, vásárosok, kereskedők, hajdúk, városi tisztartók, polgárok, főurak és muzsikusok. A régi dicsőség nyomait máig őrzik a dalszövegek. Tizediket a babám utkatába, 9 dinó ára van a lajviselőbe, csaj még az éjjel kimulatom magam belőle. A hajtóutak kijelölése komoly logisztikai feladat volt. Több útvonalat kellett megtervezni, mert különböző időszakokban hajtották a marhákat, és más-más volt a vízállás. Hogyha esősebb volt az idő, akkor azt tudták, hogy az azok nem járható. Tehát, hogyha a hajdúknak a hadi technikáját megnézzük, a logisztikáját, hogy ott mindig volt egy elővédcsapat, volt egy kémlelőcsapat. Tehát azért tudni kellett több kilométerre, több 10 kilométer, vagy 20, vagy 30 kilométerről, hogy mi várható, milyen csapatok leselkedhetnek egyébként rájuk, vagy milyen az úti környezet. Vagy hát ugye, ami fontos azért, mert a hajdúkat is nem kellett azért félteni ilyen szempontból, egy időben ugye még több hasznot hozott az, hogyha kikerülték az úgynevezett 30 vámhelyeket, mert az szintén nyereségként volt. A hajdúk fegyveres marhapásztorok voltak. A rájuk bízott jószágot a ragadozó állatoktól és a rablóktól is megvédték, de szívesen fogadták fel őket katonai feladatokra is. 1604-ben a Habsburgok által perbefogott Bocskai István fejedelem a hajdúkat felfogadva szállt szembe és győzött a Habsburgok ellen. Bocskai megjutalmazta őket. Korponai kiváltságlevelében 9254 hajdúvitézt letelepített saját birtokaira, földet ad nekik és kollektív nemesi kiváltságot. A bocskai majd bátori fejedelmek által adományozott birtokok váltak később hajdúvárosokká. A gulyák dúsfűvű legelőkön haladtak, sokszor kisebb-nagyobb folyómedreken át. A Tisza és a Duna sem jelentett akadályt. Kitüntetett szerepe volt Vácnak, mert ott a folyó alacsony vízállásakor lábon is átjutottak a jószágok.
A Váci levéltárban őrzött legfontosabb források a törökkori vámnaplók. Ezekben hónapra, vagy még részletesebben lebontva, napra megtalálható, hogy mennyi szarvasmarhát hajtottak át a réven, mennyi vámot fizettek utánuk, esetenként azt is, hogy hány hajtó volt. A török korban volt ennek a fénykora igazából. Az akkori vámnaplókban feltételezzük az alapján, tehát ezt Vas előd tárta föl, ő az csúcsot 1560-ra teszi, az akkori adatok alapján 130 ezer marhát hajtottak itt át. Annak is van írásos nyoma, hogy a hajtók bizony sokszor összetűzésbe keveredtek a vámszedőkkel. Az, aki elhajt egy marhacsordát Debrecentől Nürnbergig, az van szerint elég dörzsölt fickó ahhoz, hogy ne riadjon vissza attól, hogy egy máshol hajtsa át, ne valljon be annyit, mondja azt, hogy kevesebb, és így megusszon némi vámbefizetést. Másrésztről maradt fönn panaszos levél marhakereskedőktől, konkrétan 1839-ből például, akik bepanaszolták azokat, akik a Váci várostól bérelték a vámszedést, hogy többet szedtek be, mint ami a szabályzatban meg a törvényben előírt. Egy kicsit ők is saját zsebre dolgoztak. A vágóállatokat nem csak hajcsárok, hajduk kísérték, hanem kereskedők is. A hajtóutak mentén termékek, hagyományok, népszokások találkoztak, cserélődtek. Ezért a németek és az osztrákok mind a mai napig Európa egyik legjelentősebb kereskedelmi és kulturális útvonalaként tartják számon a hajtóutakat. Szekerek kísérték karavánok ezeket a marhajtócsordákat. Nyilvánvalóan azért, hogy bizonyos értékeket, ami itt volt, az kivitték külföldre, illetve a marhahajtásból megszerzett pénzekből bevásároltak, és ami a mi szükségleténknek kellett, azt elhozták Magyarországra. Tehát üres járat nem volt, ha így fogalmazunk. Ennek egyébként tárgybizonyítékei is vannak, tehát Nürnbergből, Ulmból, különböző posztóbárcák kerültek elő itt beszélvényben is. A bécsi marhavásár jelentőségét jól mutatja, hogy a külvárosban a mai napig áll a két hatalmas szarvasmarhát ábrázoló szobor, annak ellenére, hogy a környék tele van modern épületekkel. A visszaemlékezések szerint a bécsi vására felhajtott jószág gyorsan gazdát cserélt. A sikeres vásárt a hajcsárok, hajtók, hajduk sokszor napokig ünnepelték, nyomot hagyva nem csak a lelkekben, hanem az épületekben és a berendezésben. Ezek után Bécs városa úgy döntött, hogy a város falain kívül emelnek a magyaroknak valami csárdafélét, hogy inkább ott mulassanak, amíg a kedvük tartja. Az ilyenfajta negatív élményből egyébként néhány magyar nagyvárosnak is kijutott. Főleg a bécsi vásárra, amiket hajtottak, azok álltak itt meg, a Hanságban, a Fertő körül, és innét egy rövid pihenő után hajtották tovább őket. Nagyon érdekes, hogy Sopron város mennyire félt a hajtóktól. A magisztrátus olyan rendeletet hozott, hogy a város falai belül nem mehetnek a hajduk, akik hajtották a szürke marhát, hanem csak a környező települések vendéglőiben betyárkodhat. Évszázadokon keresztül a szarvasmarha kereskedelemből származott a királyi udvar és a főurak bevételeinek zöme. De nem csak a húsa volt értékes a szürke marhának. A jószágot a farkától a szarváig feldolgozták. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy hasznos minden porcikája. Amikor levágták az állatot, rengeteg vér keletkezett, rögtön az első alkatrész, amit megpróbáltak tartósítani. És mivel a tartósítással kísérletező ember az Berlinben székelt, és ott mindenféle, először szárította, aztán mindenféle sokkal próbálta tartósítani, ebből pedig festékanyag keletkezett, és az a színárnyalat, amit úgy hívunk, hogy berlini kék, annak a receptúrája így kezdődik, hogy vegyél kellő mennyiségű ökörvért, és ahhoz adjál ezt meg azt, és ebből lett, hogy a kelmefestésnek a színező anyaga, illetve az asztalosok is nagyon szívesen használták ezt. Magyarország minden tájegységénél természetes dolog volt, hogy a pusztában szürke marha legelt, és annak közismerten a magyar ember leleményes, és mindennek, minden apró részét is használja. Így a pásztoremberek, akik őrizték a szürke marhákat, a levágás után a szarvakból kürtöket faragtak, sótartót faragtak, ami a napi használatban nekik az praktikusan használható volt,
és ez úgy öröklődött át tovább azért a mai világban, hogy most már ilyen konyhai használatra is csinálunk szarukból. A szürke marha, a borjúbőr, ezek voltak a legjobb. A szürke marha bőre például keresett cikk volt még a 20. század derekán is. A csizmadia mesterek vásárolták. Na most általában a jobb módú embereknek két pár csizmája volt. Az egyik marha, zsíros, majd később vixosból készült, ugyanakkor a marha boxbőrből csináltuk a ünneplő csizmákat, vasárnapi csizmák, amiben a templomba vagy a piacra ment az újvárosi ember. Egy ország és százféle mesterség. A szürke marha húsa, vére, ina, bele, fagyúja, porca, csontja, bőre meg tülke volt az alapanyaga. A hentes, mészáros, fésűs, gombos, csont és szarufaragó, szappanos, gyertyaöntő, bőrös, szíjgyártó, varga és csizmadia szakmák cégbe tömörült mestereinek. Még az 1800-as évek végén is magyar szürkék milliói járták a Kárpát-medence legelőit, ám a dicsőséges évszázadoknak lassan vége szakadt. A folyók szabályozásával a tavaszi megújulást hozó áradások gátak közé szorultak, a nyár közepére kiégtek a legelők. Az állattartókat váratlanul érte az itatótavak gyors eltűnése, ezer szám pusztult a jószág. A nyugati országokban a hús- és tejelő marhák megjelenése, tenyésztése jelentősen visszavetette a marha kereskedelmet. Ezt követően a szürke marhát inkább igavonásra használták. Akinek el kellett sétálni innen Nürnbergig, az a ekét is nagyon jól tudta húzni, és kitűnő igás marhaként szerepelt ez körülbelül a 19. század középső második felétől, mind a második világháborúig. Akkor jött a gépesítés, amelyik az igás marhát fölöslegesítette, és akkor kezdett ennek a fajtának a létszáma úgy csökkenni, hogy immár elérte azt a pontot, hogy a kihalás veszélyeztette. A két világháború és Trianon után gyakorlatilag összeroppantak a magyar szürke tenyészetek. Az 50-es években hivatalos irányzat volt az, hogy ennek a fajtának meg kell szűnnie, mert nem versenyképes. Ennek érdekében a szovjet kosztrómai fajtával kellett keresztezni, amelyik valóban javította a tejtermelést, azonban a kosztrómai fajta ma, a javításra szánt kosztrómai fajta, ez a mai megítélésünk szerint nem versenyképes már a modern tejtermelés fajtáival. Ezzel szemben a szürke marha a maga helyzetében, tehát mint legelőhasznosító, hústermelő marha sokkal versenyképesebb, mint a kosztrómai. Ekkorra már a csupán néhány száz darabból álló magyar szürke állomány három végvárba vonult vissza. Bugacpusztára, Hortobágyra és Kunmadarasra. Hortobágyon annak ellenére, hogy tilos volt magyar szürke bikákat tenyészteni és velük fedeztetni, az utasítás Bodó Imre vezetésével az akkori állattenyésztők és gulyások szabotálták. A puszta mélyére rejtettek 200 tehenet néhány fiatalabb bikával, ez adta a fajta megmentésének alapját. Az állatokat sokszor szó szerint a vágóhíd elől mentették meg. A 80-as évek végén alakult a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tartók Egyesülete, mi oda beléptünk, akkor még csak tucatnyian voltunk, ma ennek a szervezetnek több száz tagja van. Összesen talán 30-40 jószágból kezdtük itt a fertő mellett ezt a gazdálkodást. Ezeket a szürke marhákat nem egy esetben valóban vágóhíd elől vásároltuk fel. Infrastruktúránk akkor még nem volt, tehát télen-nyáron állandóan szabadon tartottuk a jószágot. A Magyarország szinte minden szegletében újra találunk kisebb-nagyobb szürke marha tenyészetet 350 helyen. Az azokban található tehenek száma 6000, míg az állomány nagysága összességében meghaladja a 20 000-et.
az emblematikus marhaféle két ember öltő alatt a kipusztulással fenyegetett állatfajtából újra haszonállattá vált. A magyar szürke marha hús elnevezést kizárólag a Magyarországon a tágas legelőkön természetes körülmények között tartott, bizonyítottan a magyar szürke szarvasmarha fajtából származó húsra használjuk. Kutatási eredmények bizonyítják a hús kiemelkedő beltartalmi értékeit, és minden más marha húsétól eltérő ízvilágát és minőségét. Nem véletlen, hogy a magyar szürke marha újra meghódította Európát, de ezúttal nem a hajtóutakon keresztül, hanem a konyhában. Ha kihajtom virágökről a rétre, leverem a gyöngycsarmatot előle. Nem hallom a virágökröm harangját. Pásztorság nélkül nincs legeltető állattartás, mondja a nóta. Elől áll a jóisten, mellette a csikós, majd hosszabb szünet, s követte a gulyás, juhász, s végül a kondás, védik a csikósok. Magyarországon az ezredfordulóra hihetetlen mértékben lecsökkent a legelőjószágállomány. Csöndesek a legelők. Hortobágy ezzel szemben a remény szigete, a pásztorok tündérországa, a magyar puszták eget tartó embereinek utolsó mencsvára. Örvendetes, hogy a más életformákkal csábító környezet dacára itt ma is több mint 200 pásztor foglalkozik legeltetéssel. Szeretem, tetszik, mert sziraj, jószág, meg sok szépet, örömet ad embernek, a pásztor embernek. Úgy szoktuk ezt egyszerűen mondani, hogy a szürke marha és a hortobágy olyan típusú szerelem, mint a betegség, hogy ezt mindenki elkapja, de még embert nem láttam, aki kigyógyult volna belőle.